Adjon az Isten mindenkinek innét Strasbourgból, mindenkit szeretettel köszöntök. Itt van két kedves barátom Délvidékről, László Bálint a Magyar Remény Mozgalomtól és Rácsabó László a Magyar Polgári Szövetségtől. Egy hosszú menetelés után vagyunk, negyedik napja már lassan, hogy itt vagyunk Strasbourgban együtt a délvidéki magyar akciót folytatva, és hát túl vagyunk ezen a csütörtöki napon, meg sok mindenen, amikor ugye többek között Nikolić szerb elnök is itt volt a házban, elmondta véleményét, hogy minden rendben van a délvidéki magyarok életében, és tulajdonképpen nem kell senkinek aggódni, senki nincs veszélyben, ha jól rémlik, erről nyugtatott meg minket. Hát erről fogunk beszélgetni, és azért mindjárt azt szeretném jelezni, hogy minket nem nyugtatott meg egyáltalán, hiszen tudjuk, hogy mi az igazság, illetve ti aztán pláne tudjátok, hogy mi az igazság, hiszen délvidéken működő magyar pártok, szervezetek vezetői vagytok, és azért vagytok itt a most itt a közös elhatározásból, illetve Bálint keresett meg engem azzal, hogy most már itt lenne az ide, hogy a kétterjelpó tanácsban valami nagyon nagy durranás történjen, és hát én merem mondani, hogy megtörtént a nagy durranás. És hát ugye például Lovró Tihamér se biztos, hogy nem aggódik, bár ő már jó régen kapott a arcára, a képére szegény, és elég csúnyán meg is verték magyarsága miatt, de mindjárt talán bele is kezdenék azzal, hogy ugye itt a kezemben van a Magyar Külügyminisztérium minden ülésszakra készít egy feljegyzést a magyar képviselőknek, hogy tényleg mit tanácsolnak, mi a javaslatuk. És itt konkrétan a Nikolić szerb elnök látogatásával kapcsolatban azt a kérdést javasolták föltenni, hogy legyen kedves tájékoztatni minket arról, hogy hogyan áll a magyar-szerb kibékülési folyamat, és hogy tulajdonképpen hogyan fejlődnek a szerbi és a szomszédok kapcsolatai. Hát kb. Ennyi. Tehát mondjuk a magyarságra kérdezzünk rá ugye a bajdaságban élő magyarokról, de az, hogy éppen mondjuk valamilyen komolyabb probléma van, ahol nem szólnak, sőt, ami azért megdöbbentett engem, és itt kérdeztem a véleményeteket, hogy azt írja a külügyminisztérium jelentés második oldalán, hogy március óta, tehát 2013 március óta nem került sor magyar ellenes erőszakos cselekményekre. Igaz ez, Bálint, szerinted? Ez sajnos nem igaz, mert a legutóbbi szeptember 15-i eset, amely a Tizamenti Péter révén történt, ott is két magyar fiatal támadtak meg nemzetisége miatt, és raboltak is ki. Öt cigányszerb nemzetiségű egyénről, illetve fiatalról és idősebbről van szó, ahol egyértelmű volt, hogy csak azért kötöttek belejük, mert az anyanyelvükön beszéltek. Igen. És ugye hozzáteszem, azért ez a jelentés, próbáltunk precízek lenni, tehát precíz jogászként, szeptember 20-án készült. Tehát itt ugye ez a nincs felmentés. Így van, tehát, rögtön másnap igen, a médián keresztül igen, hát ez zengett a sajtó ettől. És ráadásul ugye most jól látom, ugye Mürkić külügyminiszter október 7-én Budapestre fog látogatni, illetve a Stefanović házelnök pedig 8-án, 9-én, tehát nagyon sűrű mozgások vannak most itt magyar-szerb viszonylatban. Tehát összességében akkor egyrészt kérdezem a véleményeteket arra, hogy hogy éreztétek magatokat itt ez a pár nap alatt, milyen benyomást szereztetek, és azért összességében a magyar-szerb kapcsolatok, és ezenből a délvidéki magyarság helyzetét, sorsát hogy értékelitek. Akkor Bálint, folytasd akkor tényleg, és utána majd Laci átveszi a szót, vagy akár én majd szót adok. Hát tényleg valóban nagyon mozgalmas, négy napról van szó, rengeteg élménnyel gazdagodtunk, de azt kell mondjam, hogy megfeszített tempó diktáltunk, ami azt jelenti, hogy találkozásokat, sajtótájékoztatót, külön ugye side eventet, közmeghallgatást magyarul tartottunk, a javaslatainkat rajtad keresztül eljutottuk ugye a tanácshoz, Nikolić elnök úrhoz is végül is, és hát tüntetést is szerveztünk, illetve részt vettünk azon, úgyhogy rengeteg mindent tettük annak érdekében, hogy ugye felnyissuk az európai tanács képviselőnek, illetve az itt helyet foglaló nemzetek képviselőnek a szemét a délvidéki magyar kérdés kapcsán. És sajnos, hát ugye ezt majd, erről majd Rácsabó is meg tud majd engem erősíteni, hogy hát valójában fogalmuk sincs nagyon sok képviselőnek, illetve nagyon sok nemzetvezetőinek arról, hogy mi is a helyzet Szerbiában a kisebbségek kapcsán, csak Koszovóról hallanak, de hogy északon tulajdonképpen a délvidék, illetve a Vajdaság területén mi történik, arról nagyon keveset értesülnek. Igen, és hát tulajdonképpen ezt ma is ennek tökéletes példát láttuk, hiszen ugye ilyenkor, amikor eljön egy ilyen államfő ide a közgyűlésbe, akkor itt a ülésteremben ő fél órát beszélhet, és utána fél órát kérdezhetik a képviselők előre bejelentkezés alapján. Én is bejelentkeztem, felkészültem egy remek kérdéssel, hogy mikor kívánják a területi autonómiát megadni a magyarságnak, mikor kívánnak önálló magyar egyetemet adni a magyaroknak, állami finanszírozási egyetemet, mikor kívánják a magyar ellenes atrocitásokat megszüntetni, és mondjuk olyan kirakatpereket megszüntetni, mint például ugye a héttemerini fiú
a legújabb héttemerini vagy délvidéki fiú esete, ugye, akikről készítettük ezt a dokumentumfilmet, az Áldozatból bűnös című dokumentumfilmet, ezt mutattuk be most ma sajtótájékoztatón, illetve hétfőn a meghallgatáson, akiket ugye egy kocsmai verekedés során ugye rájuk támadott 30 szerb, majdnem megölték őket, alig tudtak elmenekülni, és ennek ellenére ők vannak most már egy éve börtönben. Tehát erre kérdeztem volna rá, és mi történt? Elbeszélte az időt az elnök úr, nyilván figyelve arra, hogy a magyar képviselők, így előtte még Kalmár Ferenc is képviselőtársam is szeretett volna szólni, utána meg Braun Márton a magyar delegáció vezetője, de véletlenül nem jutott már el oda a sor, és akkor hát így voltam kénytelen egy perccel a vége előtt egy ügyrendi kérdéssel megkérdezni a Mignon házelnök urat, hogy biztosítson időt még arra, hogy mindenki feltesse kérdését, leginkább a magyarok például elmondhassák azt, hogy majd megkérdezhessék, hogy mi van a délvidéki magyarsággal, mi van az ő területi autonómia igényükkel. Nikolić szerb elnök úr egyébként korrekt volt, mert ugyan a házelnök nem adott lehetőséget arra, hogy mi már teljes kérdést feltegyünk, de ettől függetlenül válaszolt. Tehát a magyarok ügyeire kapcsolatban, és jól emlékszem, hát valahogy fölvezetem, azt mondta, hogy nincsenek veszélyben, minden rendben van, nyugodtan mehet, várjuk a magyarokat, hogy jelentkezzenek rendőrnek, szabad a nyelvhasználat, minden, nincs itt semmi probléma, senki ne féljen, ennyi. Tehát nem tudom, miért a vélemény. Hogyne. Nagyon korrekt volt az, hogy azt mondta, hogy igen, tessék, csak tegyék fel a kérdést, viszont a kérdésre adott válasz már egyáltalán nem volt korrekt. Nem mondhatom azt, hogy igazat mondott, mert csak azt mondhatom, hogy hazudott. Tehát határozottan belehazudott a képviselőknek a képébe. Tetszik ez nekünk, vagy nem tetszik. Például azt mondta, hogy hát egyetlen egy probléma van, hogy a magyar emberek, fiatalok nem jelentkeznek rendőrnek. Hát ez egy mérhetetlen hazugság, hiszen én tudok csak néhány fiatalt, akik jelentkeztek, elmentek volna rendőrnek Szerbiába, magyarul, szerbül kitűnően beszélnek, ez egyébként alapföltétel kellene, hogy legyen ott azon a részen, ahol mi élünk, egy rendőr számára, de mindegyiknek, egyébként csak, hogy nem mondjam, ilyen 180-90 centis tagba szakadt. Tényleg kicsattanó egészségű gyerekek. Fizikailag alkalmasak voltak a feladatok. Hát arról nem is szóval, hogy mennyire is, értelmes emberekről volt. Szóval, tehát semmi. Középiskolát végzett, sőt volt olyan is, aki már egyébként főiskolát is végzett, és ő szeretett volna elmenni. Hát sajnos az egyiknek vesebaja volt, a másiknak a lépével nem volt rendben, a harmadiknak a tüdeje volt problémás. Tehát ilyen valami módon, találtak, igen, ilyen módon kiszeparálják őket és kirúgják ebből a lehetőségből. Igen, a délvidéki magyarok között van, ezt szokták mondani. Igen, igen. Tehát ők hívják, gyere, 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 és aztán a másik oldalon megkirúgják. Na ezért nincsen, de hát nem csak ezek a problémák az, hogy most ugye nem vesznek föl minden magyar gyereket rendőrnek. Ez nagy gond egyébként, mert mondjuk mi Zentán, ahol én élek, 82%, 82% magyar mellett én állítom, hogyha bemegy valaki a... Hány rendőr van Zentán körülbelül? Hát ez egy jó kérdés, én szerintem 30-40 között. Igen, és abban hány a magyar? Hát, ez már egy jobb kérdés, mert erre nem tudok választani, de háromnál nem több, négynél. Jó, tehát valahol itt tart, tehát fordított az arány, jó, ugyanúgy, mint ahogy az igazgatók között, és sorolhatnám, hogy mi mindenben. Ugye a munkanélküliségnél ugye mondta több a munkanélküliségnél, hogy áll az arány a munkanélküliség. Persze, hát ugye a magyarok számához viszonyítva 35%-os munkanélküliség van, a szerbek ugye vannak 2000-en, körülbelül 2100-an, ott pedig 5% alatt van, hiszen az állami intézményekben, bankokba, biztosítókba, egyéb helyeken, mondjuk például a betegség biztosítóba, vagy nyugdíj biztosítóba bemegyünk Zentán, ott nem beszélnek, ott, akkor ott mind meg, akkor most vannak. Egy kicsit szembesítenélek. Tehát szembesítenélek meg Nikolić elnök urat is a szerb alkotmány 77. szakasz második bekezdésével, ami azt mondja, az állami szervekben, közszolgálatokban, autonóm tartomány, helyi önkormányzatok szerveiben történő foglalkoztatás alkalmával szem előtt kell tartani a lakosság nemzeti összetételét és a nemzeti kisebbségek tagjainak megfelelő képviseletét. Igen. Tehát magyarul nem tartják meg. Bozóki úr, aki szintén velünk volt, kivéve az utolsó nap, ugye már nem tudott itt maradni. Igen, tegnap nyilatkozott is, tehát majd a mi beszélgetésünk előtt, amit majd így közé fogunk tenni a világhálón, az ővel is beszélgettünk. Igen, hát ő ezt többször is megerősítette, hogy nagyon sok törvény, illetve jogszabály rendezi a kisebbségek sorsát, azonban a gyakorlatban egyszerűen ezek nem valósulnak meg, és erről szóló jelentések, valódi monitoring felülvizsgálat nincs. Tehát, hogyha azt tudnám bizonyítani, hogy ezek strukturálisan nem felkészült a szerb állam arra, hogy alkalmazza a saját törvényeit, akkor
akkor már egy erőrelépést tudnánk elérni. Ez például az Európa Tanács feladata is lehetne. Sajnos ők pedig hivatkozhatnak igenis arra, hogy itt írja feketén-fehéren az alkotmányban, a törvényekben, hogy a kisebbségi jogok szavazoltak. Ettől a monitoring bizottság tagjai ugye teljesen elvarázsolódnak, mert ugye itt egyébként volt a héten, csak egy pár mondatot, hogy mondjuk arra, hogy mi történt még a héten. Többek között ugye a monitoring bizottság, az a bizonyos híres monitoring bizottság, ami Magyarországot 3 év óta szivatja itt az Európa Tanácsban. Ugyanez folyik az Európai Parlamentben is egyébként, vagy folyt, ugye a Tavares jelentés formájában. Itt ugye a jelentés, tehát az elmúlt egy évben mit csinált. És ugye ennek a jelentésnek a vitájában felszólalva mutattam arra rá, hogy ez nagyon piszkos játék, amit játszanak, mert egyszerűen olyan országokat vesznek elő olyanokért, amit önképpen nem tekinthető az Európa Tanács értékeinek a megsértésének, viszont olyan országokat, amelyek viszont egyértelműen megsértik a saját szabályokat, az Európa Tanács szabályait, azokat nem veszik elő, és például csak egy apró dolog, ugye mindig ugye a homoszexuálisok meg a cigányok kérdésével foglalkoznak külön kiemelten, de például a őshonos nemzetközösségek sorsával ugye nem foglalkoznak, és ugye például azzal sem foglalkoznak, hogy az erőszakos beolvasztás tilalma, ugye itt van a szerb alkotmányban, vagy ott van az, hogy nem szabad ugye megbontani ugye a megváltozott etikai arányokat, ezzel sem foglalkoznak, és a szerbiáról szóló jelentés 2012. januárjában 90%-ban ugyanaz volt, amit 4 évvel ezelőtt leírtak, és mindenki tapsol, és maga Nikolić azt mondta most ma, hogy tulajdonképpen Szerbia hatalmas léptekkel halad ugye az Európai Unió felé. Nagyon kihasználta ezt. Igen. Pontosan ezt használta ki, hogy megvannak a törvények, és ő csak erről beszélt. Arról nem beszélt, hogy nem szabad áthajtani a piroson, de ők mindig átmennek. És egyébként miért tehette ezt? Meg nagyon szépen megmondta, tisztán, világosan, a szánkba rágta. Azért gondolja, hogy minden rendben van a magyarsággal, mert ezt mondja a VMS is. Hát igen, ezt kijelentette. Kérem szépen, ettől nagyobb nemzetárulást én még nem láttam. Aha. De ha jól hallottuk, illetve azt hittük, hogy nem hallunk a fülünknek jól, vagy hogy is mondjam, hogy szépen magyarul, tehát azt hittük, hogy nem halljuk jól, amikor tegnap ugye meghallgattuk együtt fönn az irodámban Pásztor István elnök úr ugye az a mondatát, mely szerint kártékony az a dolog, amit mi itt műveltünk és művelünk, és felszólít minket arra, hogy hagyjuk abba ezt a tevékenységet. De én ebbe igazat adott neki, hiszen az ő egyéni karrierükre nézve kártékony, mint ahogy te mondtad azt, hogy politikai öngyilkosságot követtek el azzal, hogy egyrészt azzal, amit csinálnak, azzal minket is kipusztítanak a világból, másrészt a nyilatkozatával politikai öngyilkosságot követett el. Viszont az tény, hogy mi az ő számukra tényleg nagy károkat okoztunk, viszont nagy hasznot fogunk, és nagyon remélem, hogy ez majd, amikor lecsapódik, akkor a magyarság részére viszont nagyon nagy hasznot fogunk erről picit beszéljünk hozni. Akkor. Csak... Erről egy picit beszéljünk, hogy akkor egy pár mondatban azért beszéltek. Igen, tehát beszéltek egy kicsit arról, hogy ugye akkor miket csináltunk itt részletében. Akkor egy-két villancsatok felesleg egy-két érdekesebb találkozást, egy-két olyan maradandó élményt, ami még megmaradt. Mondjuk egyet így ötletként mondok, hogy nekem például nagyon nagy tanulság volt a holland szabadságpárt képviselőasszonyának a mondatai. Ugye amikor elmondtuk, hogy mi van, itt a szép kis színes szórólapunk, ugye mindenkinek ezt elmutattuk, megmutattuk, ugye itt a Lavrotti, amely szétvert arca, ugye a temerini, új temerini fiúk egyik anyukája, akkor ugye az Árpi, Horváth Árpi, aki ugye nagyon sok évet ült, még ülnek, még most is hárman a régi temerini fiúk közül, stb. Stefan Füren nyilatkozik benne, meg jó magam is, meg az örmény jelentéstevő, és ugye mint ezt elmondtuk mindezt, és azt mondja, hogy hát forduljanak a Nemzetközi Bírósághoz, hát ilyen nincs, hogy valaki ennyire nem tartja be a nemzetközi szabályokkal, jogi szabályokat és a saját szabályait sem. És hát jogos, csak ugye persze nem annyira egyszerű a dolog. Mert minden lépcsőt végig kell járni. Igen, és az államnak kell fellépni. Tehát itt azért egy másik zónába is átlépünk, de most még ne lépjünk egészen a magyar kormány témájára. Azért kérlek, hogy pár dolgot osszatok meg, ilyen pár élményt, ami érdekes lehet a nézőknek. Számomra ez egy valóban katartikus élmény volt, tulajdonképpen ezt az új dokumentumfilmet megnézni, amelynek itt volt a premierje, és amelyről már szót említettél te is, amely bemutatja az új hét temerini fiú esetét, illetve azokat a jogsértéseket, amelyek ebben az eljárásban történnek. Ugye már szinte egy éve vannak fogságban ezek a fiúk közül, például egy olyanak is. Például az eset megtörtént, akkor nem is volt a helyszínen, és 15 szemtanú van rá, aki ezt bizonyítani tudja. Erre általában egy kifekszene, tehát nem tudom, elmondtuk, legalább 15 találkozón biztos nem, volt. Nem, aki ebből nem fog. De bocsánat, tehát azon mondom, hogy tehát
mindenki kifeküdt erre. Tehát ez egy nyugaton szocializálódott, de már nem is kell nyugaton feltétlenül, az azeriek is fátra fordultak ettől, pedig ott is azért nem biztos, hogy mindig minden tökéletes 100%, de sehol semmi az egyébként. Na, tehát... Akinek egy kis igazságérzéke van. Az a probléma, hogy tényleg valóban a Szerbia azt a képet próbálja felfesteni, ma is elhangzott, és minden egyes alkalommal, amikor nemzetközi fórumok elé lépnek, és sajnos Magyarország is ebbe partner, hiszen Tomislav Nikolić azt is elmondta, hogy Magyarország, ha tudná ön, tehát te, mint képviselő, ha tudnád, a viszonyokat Magyarország és Szerbia között nagyon jól alakulnak, most történt meg a megbékélés, és egyébként meg virágzik, bimbózik ez a kapcsolat az Európai Unió felé vezető úton, és hát ilyen propagandával ez a Kurier Go International című lap, igen, amit terjesztenek. Ez egy angol nyelvű lap, amely Szerbia... Olvas, fordítsd a címét. Tehát tulajdonképpen Serbia has fulfilled all obligation, it is the EU's turn. Tehát, hogy Szerbia minden feltételnek eleget tett, az Európai Unió a sor, hogy most a Szerbia felé valamilyen gesztust tegyen. Elolvasod, akkor csak Szerbiába szeretné élni. Így van, meg hát a benne levő tartalmak, tehát olyan kampányt és olyan kampányt folytattak le itt Európában, hogy valóban egy átlag képviselő, vagy egy átlag európai számára, amikor ismertetjük a valós helyzetet, akkor hát megdöbbenéssel fogadja, és kételkedve is, hát nyilván mered előtte teljesen másmilyen jellegű információkat találkozott. Igen. Mondjál te is valami érdekességet, és az orosz delegáció vezetőjével, ott te hogy érezted magad a Puskov úrral, ott azért nagyon komoly tekintélyűje itt a közgyűlésen. Nekem úgy tűnt, hogy ők azért nagyon komoly diplomaták és politikusok, akik bizony rendezik a dolgaikat nagyon keményen. És ha jól emlékszem, azt is mondta, hogy tudnunk kell mondja, hogy Szerbiában nyilván speciális kapcsolatok vannak, de hogy ők nagyon érzékenyek Oroszországban, hogy a kisebbségek ugye rendezett legyen, és hogyha ez nincs így, például Szerbiában, akkor ezt meg kell nézni, hogy miért nincs így, és ez nem jó, hogy így van. Azért ezt ő elmondta. Ezek mind csodálatos dolgok, ha belegondolunk. Én megmondom őszintén, nekem inkább az a globális érzés fogott meg, hogy a képviselőkkel beszélgettünk, mindegyik olyan volt, mint a tabula rasa. És ennek az az oka, hogy se a magyarországi képviselők, se a de bocsánat, én az itt szerbiai... három éve, tehát jó, én azért eddig minden ülésszakon említett, érzékeljék a nézők, hogy azért mennyire nehéz, tehát én azért egyébként a legaktívabb független képviselő vagyok, és éppen most dicsértek meg, és kerültem előrébb a felszólalási listán, mert én vagyok a 9. legtöbbet szavazó képviselő az Európa Tanácsban. 318 közül, és ettől függően megpróbálom ezt mindig felemlíteni, felállni, de azért ez mutatja, hogy nem elég hatékony itt felszólalni. Tehát, hogy nyilván nekem nem volt még eddig ennek mindenkivel találkozni, főleg a székely autonómiát nyomtam. Én is egy kicsit lehet, hogy túl hangsúlyoztam a székely autonómiát, de tény és való, hogy igen, de folytasd, bocs, visszaadom a szót. Mondjuk kitérhetünk erre, és teljes egészében ebben igazad van, ki is tértem volna. És sem a magyar képviselők, mert a VMS-nek itt van egy képviselője, Kovács Elvira, ugye? Tehát pont ezt akartam mondani, hogy ő az igazán hiteles, tehát neki kellett volna fölhívni. Igen, az ő dolga lett volna fölhívni a figyelmet arra, vagy azt mondani, hogy Gaudinak igaza van. Igen. Például ennyi elég lett volna, ha nem vállalja ugye a kockázatot. De mivel, hogy ők nem mondtak semmit. A VMS az azt szajkózza, hogy minden rendben van, ami a kisebbségi kérdést illeti ugye Szerbiába, és ahogy én tudom, a legtöbb képviselő, magyarországi képviselő, és pontosan ugyanezt mondja. Igen, vagy Kamán Ferenc képviselőtársamat is talán vegyük ki ebből a csomagból, mert ő is nagyon sokat tesz. Egyébként ő most készít egy olyan fontos jelentést, ami nagyon nagy dolog, hogy a hagyományos nemzeti közösségek helyzetét fogja megvizsgálni általánosságban, hát kiemelve egy-két területet, például egyébként éppen Szerbiát is, de nekünk az a feladat, vagy célunk, hogy összességében egy olyan jelentés készüljön, ami a kifejezetten délvidéken élő nemzetiségek és különösen a magyarok helyzetét nézi meg, és megoldási javaslatot ad. Elvirához csak annyit kapcsolódnék, ezt most meghozták egy műhelytitkot a közvéleménnyel, ez igaz, tehát tényleg én se hinném el szinte majdnem, hogyha ezt mondaná valaki. Tehát ugye a szerb jelentés vitájában ugye módosítókat lehet benyújtani, módosító javaslatokat lehet benyújtani a jelentéshez. Ő benyújtott egy párat, hogy mit emeljük, hogy a Magyar Szerb Tertörénc Bizottság milyen remek dolog, hogy működik, meg 100 000 eurót kap, meg ilyesmi. Én meg benyújtottam egy kis keményebb, radikál, hát ilyen vagyok, radikálisabb, például, hogy biztosítsák a területi autonómiát Magyarországnak, a 44-es magyar irtások elkövetőit vonják felelősségre, és adjanak jóvátételt, és nem fogjátok elhinni, tehát hisztériás rohamot kapott ettől, és azt mondta, hogy hát ha ezt én megcsinálom, akkor nem tudja, mit csinál velem, mert elrontom az ő taktikáját.
lehet. Hát nem tudom, miért. Is ezt mondta. Igen, igen. Tehát kártokozunk. Kártokozunk, de hát ugye olyanakkor nekik. Ugye úgy gondolom, hogy viszont valóban a magyarság számára. Ma 2007 óta nem. Itt vannak. Igen. Tehát oké, akkor most közeledünk egy kicsit a vége felé. Azért még ha van maradt bennetek, nyilván több rengeteg. Több szemet nyitottunk ki egy, vagyis 3-4 nap alatt, mint 2007-től idáig, ami a VMS képviselőjét illeti. Igen. Egyébként Elvira, ezt elárulhatom, ez ilyen kulisszatitok. Na, melyik kulisszatitok kerül itt most elő? Igen, volt, akit Elvira már ugye felelősségre vont amiatt, hogy hú, most az én karrieremet tönkreteszed, hogyha így miért meg így beszélsz. Igen, miért forró fejüsködik, és így tovább. Csak és nem így tovább. Gondolt véletlenül. Többek között rám is, másokra is, de a lényeg az, hogyha kiesnek abból a vonalból, ami azt jelenti, hogy minden rendben van, minden tökéletes, nekünk már semmire nincsen szükségünk, csak Szerbia menjen be az Európa Unióba, és majd úgy járunk vele, mint Romániával, vagy mint Szlovákiával, ugye a benesi dekrétumok. Nagyon érdekes dolog ez a megbékélést, ti most itt említettétek. Igen, igen, igen. Na nézzük ezt a megbékélést, nagyon egyszerűen meg lehet érteni, hogy mi itt a megbékélés lényege. Mondta is Nikolics elnök úr, hogy hú, fölépítettünk egy emlékművet. Csodálatos. Kettőt. Hát de várjál. Egyet ők, egyet meg a magyar kormány. Felépült két emlék. Na, azért. Tehát ők csak egyet. Ők építettek egy szobor emlékművet, a magyar kormány pedig rendbe tett egy épületet. A kettőnek annyi köze van egymáshoz, ő ugye megszállóknak nevezte, volt pofája megszállóknak nevezni, ez borzalmas, döbbentő volt. Igen, amikor a Honvéd hadsereg hazavegy a Magyarországos csatolásának, tehát ez a milyen mértékű kifacsarása történnek, mint tudjuk. A ugye, Honvéd hadsereg hazamegy a saját földjére, és ő megszálló. Na, de jó van, ezt most azért legalább el tudtuk mondani. Még most egy gyors gondolat, a horvát kolléga odajött hozzám gratulálni a felszólásomhoz, és mondta, hogy hát ő is nagyon sokat tanult a mai napból, mert ugye sikerült Nikolic úrnak azt elmondani, hogy Szerbia még soha nem volt agresszor egyetlen államban szemben. Senki nem támadott meg. Igen, senki nem támadott meg. Tehát hol látok azért ezt finom az a másként. Igen, hát a polgárháború nem ezt mutatja, igen, az én véleményem szerint. Csak akkor azt hitték, hogy ők az erősebbek. Bocsáss meg, hogy beszakítottam. Igen, tehát nézzük a megbékélést. Mi lett a megbékélésnek a lényege? Tehát építettek valamit. Egy országnak, mondjuk Magyarországnak egy épületet rendbe tenni, nem hinném, hogy különösen a köröm alatt a piszok nagyobb problémát jelentene, de ugyanúgy Szerbiának se kifizetni egy ilyen alkotást. És akkor ezzel amikor azt mondták, mindent megcsináltak. Igen, nem. De Magyarország meggyonta, megbánta a felelősöket. Az újvidéki véren. A 42-es végülis ugyanarról a dologról beszélek, igen. Csak hát ugye azért mégiscsak... Most nem ugyanaz a dolog. Embert emberre nem lehet. Minden ember számít. Valóban ártatlan ember. Erről van szó, vagy 40 ezer, nem ugyanaz. Ugyanakkor 40 évben meg 40 ezer magyar. Igen, de egyébként csak 2100-ról van szó újvidéken. Ja, akkor bocsánat, tehát, akkor megállása ez így. Tehát ott tartottunk, megbüntette, kártalanított, és gyakorlatilag a dolog ezzel zárult le. Szerbia mit csinált? Nem kártalanított, bocsánat, nem úgy kezdem, hanem nem gyónta meg, mert a beszédébe Áder János tényleg lefeküdt Szerbiának vastagon, a szerb elnök nem. A szerb elnök egyszer sem mondta ki, hogy bocsánat, a Áder János legalább háromszor, négyszer, bocsánat, igen, bocsánat, igen. Bocsánat. Továbbá nem. Igen. Tehát nem bánták meg, nem kártalanítottak, nem büntették meg, a partizánok ma is igen, úgy élnek igen, kiemelt nyugdíja. Tudjuk pedig az elkövetőket, tehát tudni, hogy kik az elkövetők. Hát Zeltán én ismerem. Ott ismerjük az elkövetőket. Ismerik, bocsánat, én nem, de az emberek ismerik őket. Megölték, a hazukra ugrottak az asztalról, levágták a fejüket. Igen, de a 95 éves honvéd katonát azt bizony elvitték, olyan régen Jó, picit akkor most kanyarodjunk vissza. És azért ugye itt arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy ugye a magyarság igénye, a területi autonómia igénye, hogy ez mennyire megalapozott, az tényleg egyrészt európai modellek is ezt megalapozzák, hogy a dél-tiroli modell, amiről sokat szoktunk beszélni, ami ugye 40 éves hosszú folyamatot, nem volt megbékélés először, hanem ez volt egy komoly konfliktus Ausztria és Olaszország között. Igen. Ausztria a NSBT elé vitte és minden eszközzel dolgozott, illetve voltak ott még ugye szabadságharcosok, akik még tettek is egyéb másokat ott a helyszínen. Lényeg az, hogy azóta az Európa Tanácsnak ugye a dokumentumai közé emelődött a területi autonómia, az autonómia, mint megoldás, mint a konfliktusok megoldásának lehetséges eszköze.
És béketeremtő eszköz. Igen, igen, így van. És 1334-es 2003-as határozat ezt meg is erősíti, és amire én különösen büszke vagyok, hogy 1832 per 2011-es határozat, amit Kalmár Ferenc képviselőtársam egy közös módosítóval tudtunk úgy módosítani, hogy a szó szerint azt tartalmazza, hogy az önrendelkezési jogot ugye a kisebbségvédelmi keretegyezményen, illetve az autonómiáról szóló határozat szerint kell biztosítani, és még fel is hívja a határozat a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben ezt a bizonyos autonómia határozatot. Tehát, bocsánat, miről beszélünk, tehát, és még akkor még egyet hozzáteszek, hogy a magyar ország jogszabálya is tulajdonképpen erről beszélnek, tehát a magyar alkotmány, a magyar alaptörvény is ezt írja elő, ezért ezt a részét nagyon értékesnek tartom, hogy biztosítani kell a közösségi jogok kivívását, vagy ezért fel kell lépni a magyar államnak. Hozzáteszem ezt Száva István képviselőtársammal és Zágyó Gyula képviselőtársammal a közös módosító javaslatunk nyomán került be tulajdonképpen az alaptörvénybe, illetve itt van az összetartozási törvény, a 2010. évi 45-ös törvény, ami harmadik paragrafusában kimondja kerek perec, hogy az országgyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak, közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására, ápolására, és az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia különböző formáira irányuló természetes igényének támogatására. Tehát a labda így, úgy érzem, hogy azért a magyar kormány... Ezt nem lehet félremagyarázni. Tehát saját jogszabályuk, tehát ugye ez 2010. június 4-én ünnepélyes alkalommal fogadtuk el, vagy ünnepélyes alkalommal lépett hatályba, bocsánat. Nem tudom, hogy ezek után miért kellene még ösztökélnünk például a magyar diplomácia itt dolgozó tagjait, ugye a magyar nagykövetségen. Ugye ők ugye meghívtak minket, titeket is ugye erre a fogadásra, és hát furcsa élményeink voltak, nem tudom, hogy pár mondatot még gyorsan mondjatok hát erről, kinek milyen hagyom majd, volt. Hogy Rácz Szabó ezzel kapcsolatban többet tud mondani, hiszen ő végig ott volt ezen a fogadáson, ugyanakkor elmondható, hogy a magyar nagykövetség által Strasbourgban szervezett fogadáson tulajdonképpen mint meghívottak, ott voltunk, de tulajdonképpen a véleményünkre a délvidéki delegáció, illetve a délvidéki szervezetek képviselőinek a véleményére nem is voltak kíváncsiak. Uh-huh. Külföldi vendég magyar... volt egyébként? Hogy nem volt, ugyanakkor előző este pedig egy másik ország hasonló jellegű rendezvényén voltunk, ahol Lengyel fogadáson nagyon komoly, igen, szép, nem, hát hogy mondjam, társaság jött össze. Nagyon komoly szakmai, igen, vita, és igen, folyt, igen, előtte, igen, számos nemzet képviselő ott, igen, volt, míg a, hát a magyar kormány itt leszerepelt, igen, ez egy házi bulivá alakult, igen, át, igen, hát és igen, hát szomorúan konstatáltuk, hogy hát igazából még az itthon levő otthoni vendégeket, tehát minket sem, igen, igazán öleltek kellükre. Annak ellenére szóval egyébként hozzáteszem, hogy én másfél héttel az egész akciónk előtt én hivatalosan, tehát vagy félhivatalosan, vagy hivatalosan telefonon, meg személyesen értesítettem Braun Márton fideszes delegációvezetőt, Kövér László házelnök urat és Árdi Péter országgyűlési külügyi hivatali vezetőt, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudtak előre semmit erről. Eszleg Laci még egy mondatot erről, és utána még egy záró gondolat, és akkor lassan el kell búcsúznunk. Hadd mondjam már azért az autonómiával kapcsolatban, hogy Zentán volt most éppen nálunk a Magyar Polgári Szövetségben, igen, egy pártelnökök tanácskozása, mondjuk így nevezhetném. Uh-huh. És ennek született egy záró nyilatkozata, és ebben a záró nyilatkozatban azt mondtuk, hogy elő fogunk készíteni egy protokollt, ugye, tehát egy memorandumot, bármitnek, uh-huh, nevezhetjük, amiben le fogjuk írni a főbb ismérveit, hogy milyen autonómiát képzelünk el. Nem, mint hogyha ebben olyan nagyokat kellene már filozofálni, mert minden világos, de nagyon jó, hogy a magyar parlamentnek van egy ilyen döntése, amire most tudunk majd építeni, hiszen gyakorlatilag, ha mi ezt elkészítjük, és öt párt aláírja, igen, gondolom a hatodik nem fogja a VMS, mert ők autonómiában már réges-régen nem gondolkodnak, hiszen az ő hasznuk abból van, hogy eladnak bennünket, nem, hogy segítenek a vajdasági magyarságon. De jó hasznot hoz, gondolom én, és hogy hívják, és most, hogyha ezt mind meg tudjuk csinálni, akkor ennek alapján én azt mondom, benyújtjuk nekik. Egyébként, ami a nagyköveti fogadást illeti, abban én azt találtam nagyon érdekesnek, hogy amikor mi beszéltünk az autonómiára, már ott a végén, amikor már jöttünk, igen, el, igen, ugye egy kicsit főforrósodott a hangulat, és említettem nekik pár dolgot, hogy mi hogy élünk, mi, stb. Igen. Nagyon csodálkozó, hogy hát ők nem tudták, hogy így van, el nem tudják képzelni. Hát, hogy a külügyminisztérium anyagaiból tájékozódnak, bocsánat, akkor tényleg nem tudhatják, mert ugye azt írják, hogy márciusban erről nem volt, akartam pontosan szólni. Ha a külügyminisztérium viszont a VMS anyagaiból tájékozódik, akkor ne csodálkozunk, hogy a külügyminisztérium ilyeneket ír le.
Igen. Aminek, hogy őszinték legyünk, az igazság tartalma az olyan, hogy válogatva csak az van beírva, ami esetleg jó, és mindent kihagynak, ami nem jó. Tehát ez a hazugságnak egy olyan formája, ami igaz is, meg nem is. Igen. És ezzel manipulálni azért eléggé rossz dolog, de nem is ez a nagy baj, hanem az a nagy baj, hogyha mi nem kapunk, nem nyerjük el az önrendelkezési jogunkat. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, tehát döntéshozatal közelben nem kerülünk a saját sorsunkat illetően, a vajdasági magyarság elpusztul, és ennek a pusztulásnak ők lesznek az okaik. Tehát nem mi küzdünk itt, szenvedünk, mint a kutyák, ezt el kell mondani. Nem mondjam, hogy esetleg talán még veszélybe is hozzuk önmagunkat. Pedig azt mondta, hogy Korics úr, azt mondta, hogy nem kell félni, mert nincs, senki nincs veszélyben. Persze, hát ez látszik a temerini esetből is, hogy ott se vagy, mégis lecsuknak egy évre. A börtönben bántalmazzák a fiatalokat. És ott megverik a fiatalokat, és akkor most gondold el, hogy a Bálint vagy én bekerülnénk a börtönbe, mi hogy járnánk ott. Igen. Értem. No, tehát akkor értem a dolgot. Gyorsan még akkor azért egy nagyon érdekes, és hát azt kell mondani, megdöbbentő dolgot ad mondjak el a mai napról. Tehát itt ugye hátam mögött, pont ott, ugye ezen a helyszínen, 10 óra 15 perckor Nicolas szerb elnök és Jean-Claude Mignon házelnök úr valami ünnepés dokumentumot írtak alá. Ez egy sajtó nyilvános rendezvény volt, rajta is van a sajtó meghívóban, itt van a kezemben. Nagy kameraérdeklődés, sajtóérdeklődés volt, rengeteg biztonsági ember, szerb biztonsági ember, itteni biztonsági ember, nincs ez semmi gond. A gond ott volt, hogy én ugye itt jártam éppen, kezemben volt ez a szórólap, kezemben volt a film, és közelebb léptem, hogy esetleg hát megpróbáljak szóba legyedni elnök úrral, hát ha hajlandó velem beszélgetni. Végül szabad ember, tehát megteheti azt, hogy nem, de megteheti, hogy igen. Viszont ezt másként gondolta az itteni biztonsági szolgálat, és engem nagyon erőszakosan, hogy mondjam, megállítottak, vagy megpróbáltak megállítani. Közelebb jutottam elnök úr, és meg is kérdeztem, hogy mi a véleménye a délvidéki magyarok autonómiájáról. Ez már a hivatalos aláírási ceremónia utáni pillanatban történt meg, amikor ezt mondtam, udvarias emberként kivártam a végét. Nem válaszolt, elindult, viszont én is elindultam utána, elindult a Mignon elnök úr szobájába, mert ott volt egy találkozója, és utána pedig egy sajtótájékoztató a Mignon elnök úr szobája előtt. Most én megindultam utánuk, kérdezve, hogy mi újság van, és egyszerűen a biztonsági emberek engem durván hátralöptek, utamat állták, tehát fizikailag mondhatom, azt bántam. De látták, hogy ki vagy, gondolom, látták, már a nyakadban volt folyamatosan ez. Folyamatosan ott volt a nyakamban az igazolványom, azt, hogy én képviselő vagyok, és ezt felvettük kamerával, meg kell mondanom, fel van véve a kamerával minden, de utána még folytatódott az elképesztő dolog, tehát szinte úgy kellett utat törnem a biztonsági emberek között, vállal átverekednem magam, hogy oda kerüljek a Mignon elnök úr AH szobájához, és utána látták, hogy én nem megyek el, és ti is odajöttetek, és arra készülünk, hogy kérdezzünk a sajtótájékoztatón, ezért bevonták a sajtótájékoztatót Mignon úr szobájába, ami még egyszer mondom, szintén egy nyilvános rendezvényként került meghirdetésre, de mindenkit beengedtek, kivéve minket. Na most ez egy óriási botrány, hát plusz ott, még ráadásul, voltunk. Ott voltatok, én a helyi rendőrtiszteket kértem, hogy azonnal följelentem azt az embert, aki egyébként kitűző nélkül elkezdett lögdösni engem. A rendőrök nem szólaltak meg, mintha nem tudnának egy nyelvet sem. Mondom, hogy segítséget kérek. Hát egy képviselő bántalmaztak a Európa Tanács épületében, senki nem segített. Sőt, mint több, az elnök úr behivatott, és hát nagyon kemény hangon ledorongolt, hogy hát hogy képzelem én ezt, hogy ilyen incidenst okozok. Mondom, hogy könyörgöm, hát milyen incidenst okoztam. Udvariasan odaléptem, kérdeztem, betartva a szabályokat, a házszabály ezt nem sérti, nem sértem a házszabályt. Ugye, mert ő már egyszer elővett engem, amikor 2012. januárjában ugye a pici kis magyar zászlót, itt van a zsebemben, nem is hoztam, ugye kitűztem az asztalomra. És ugye akkor a svéd néppárti elnök asszony ugye ledöntette egy biztonsági őrre, és óriási botrányt okozott, ugye, hogy én hogy csinálhattam ilyet, ő is berendelt az elnök úr, és akkor úgymond ígéretemet vette, hogy én soha többé nem csinálok ilyet. Hát mondtam, hogy most se csináltam semmi olyat, ami sérti a házszabályt. Végében a gond. Én a végén egyébként az érdekes az, hogy ezt megértette. Csak annyit kért tőlem, hogy ti ott a tribünön elrosszalkodjatok, ezt végül is betartottátok. És a végén, eszünk ágában igen, se volt igen, bármit is. Igen, és a végén odajött hozzám, végén odajött az ülés végén, és nagyon megköszönte a konstruktív együttműködést, sőt, hogy előtte még Nicolas szerb elnök úrnak oda tudtam adni a dokumentumainkat, tehát odaadtam ezt a tájékoztatót, ezt a lemezt, úgyhogy nagyon remélem, hogy át fogja tanulmányozni, levonja a tanulságokat, mert még egy érdekes dolog, ugye mindig elrontom a nevét, segítsetek, a Milos Aligrudic szerb parlamenti képviselővel is beszélgettünk, egy nagyon konstruktív beszélgetésünk volt, ahol egyszerűen végig már barátomnak nevezett, és mondtam, hogy én nem vagyok szerbi ellensége,
félrejtés ne esik, mi egy jó együttélést akarunk, ahogy gyakorlatilag jólét ered, béke ered, mint a Dél-Tirolban ez megvalósult, mert mi ezt szeretnénk, ahogy térjünk vissza az 1000 éves együttélési modellhez, a Szent Korona együttélési modelljéhez, nem kell feltétlenül ezt most kitűzni. Soha jobban nem éltek szerbek, mint abban az időben. Így van, és hát gyarapodtak, befogadtuk őket, stb. Pedig is azt mondta, hogy ő nem ő szereti a magyarokat, neki semmi gondja nincs, hát akkor ezen kell dolgozni, hát oldani kell ezeket, de nem úgy oldani, hogy úgy barátkozunk meg, vagy ki, hogy közben meg hát azért a véreinket hagyjuk a sorsukra. Hát sajnos ennyi fért most bele, egy utolsó egy gondolatra még visszaadnám a szót nektek, Bálint. Én csak azt szeretném záró gondolatként elmondani, hogy sikerült tényleg az itteni tartózkodásunk alatt egy diplomatikus úton, ugyanakkor olykor, ha kell, egy némileg rámenősebben, agresszívabban eljutatnunk az üzenetüket oda, hova kell, és nem kerültük meg sem a szerb kormány, sem Szerbiát, ez mai nap is megmutatkozott, egyenesen az államelnökhöz intézte a kérdést, oda juttattuk el a dokumentumokat, ahol lehetőségünk volt, ott némileg felszínesebben tájékoztatunk, ahol volt egy kicsit több időnk, ott bizony tanulmányt ismertettünk, illetve nyújtottunk át más országok képviselőinek, és hát én azt hiszem, hogy sikerült jól megalapoznunk a terepet a területi autonómiához való küzdelemhez, és akár a következő lépés lehet az, hogy Brüsszelben, Strasbourg után Brüsszelben az Európa Parlamentben folytassuk ezt. Legyen ez így, elfogadjuk ezt a jó ötletet, úgyhogy rajtam nem fog múlni, és biztos, hogy Morbér Krisztinek képviselőtársunk is ebben segíteni fog. Laci? Én azt látom igazából jó dolognak, hogy megmozdult az állóvíz. Most nem azért mondom, de például Magyarországon is ugye megmozdult az állóvíz, Kossuth téri megmozdulások, népszavazás, stb. Mindegy, hogy mi lett az eredmény, megmozdult az állóvíz. Mi most ezt csináltuk meg itt végül is a parlament épületében. És én is csak azt mondhatom, hogy a legnagyobb hibát akkor követjük el, vagy követhetjük el, ha ezzel most befejezzük, és nem megyünk tovább. Ugyanis most már mindenkinek kinyílt a füle, a dobhártyák már ráhangolódtak ezekre a hangokra. Most van itt a lehetőség, és az ideje, hogy meg is hallgassonak bennünket. Legyen meg is értsék, fölfogják, miről van szó. Ezzel megmenthetjük a vajdaságba odacsatolt, jogtalanul, szabálytalanul, szemtelenül odacsatolt, nem csatolt magyarságot. Igen. És még záró gondolata, hogy ugye Európai Unió csatlakozásban van Szerbia, ugye nagy diplomáciai folyamatok zajlanak, tagjelöltséget Magyarország feltétel nélkül megszavazta, ami egy botrány. Románok megkövetelték, hogy két oldalú egyezménnyel. Románok Szerbiával szemben megkövetelték. A szerbiai vlach kisebbség helyzet kapcsán. Így van, ők kicsi kartára, szó nélkül meg is kapták dolgokat. Most ez a feladat, hogy ez azért egyszerűen... legyen őszinték, a magyar diplomácia szégyene. Igen, amit de még igazából föl tudok igen, ez nekik így van, róni. De a hajó még nem úszott el, csak ezt akarom mondani, de hogy süllyed. Most sarkára kell állni a magyar diplomáciának, és egyszerűen be kell vasalni ezeket az igényeket, mert az igényeket megfogalmazták a délvidéki szervezetben, a 6-ból 5 letette az asztal így a memorandumát, van. Letette az asztal az akaratát, úgyhogy kérjük ezt figyelembe venni, úgyhogy ennek szellemében kívánom mindenkinek egy szebb jövőt és egy küzdelmes, de ugyanakkor nyugodt és hosszú életet. Sikerekben gazdag. Így van. Viszontlátásra. Absolutely.